Törött szélvédő, behorpadt lökhárító. Ez a terepjáró nemrég egy szarvassal ütközött. A vezető szerencsére élve megúszta a találkozást, az autó viszont gyakorlatilag totál káros. A javítatás árán már egy használt gépjárművet lehetne venni, sokan mégis inkább a szervizelést kérik. Az utakon nem csak a kiugró patások, hanem a figyelmetlen sofőrök is könnyen nagy bajt okozhatnak. Elindulás előtt például nem árt átnézni az autót, amivel szintén elkerülhető lenne a baleset. Mindenféleképpen az első az a gumik állapota. Ugye egy megkopott téli gumi az már nem viselkedik úgy, mint egy viszonylag új, vagy egy teljesen új. Azzal nagyon hosszú úton, nagyon havas úton már nem érdemes közlekedni, illetve mindenféleképpen a fékrendszert ellenőrizni, a fagyállót, hogy legyen az autó, hogy a motor ne sérüljön, és csak utána elindulni hosszabb útra. A mínuszokban az akkumulátorra is gyakrabban kéne ránézni, főleg ha nem fűtött garázsban áll a jármű. Az egyik bajai autós iskola vezetője azt mondja, az ünnepek alatt jóval nagyobb volt a forgalom a városban, amit az oktatók és a tanulók is éreztek az utakon. Növekszik a féktávolság is, meg a fékút is, ugye a jeges úton, nedves úton, párás úton, ugye természetesen sokszorosára nőhet a féktávolság, illetve hát ezen belül a fékút, úgyhogy erre jobban oda kell figyelni, meg hát természetesen a vezetésre, ugye a vezetési stílusra is, mert most ugye sokkal óvatosabban kell elindulni és megállni is, mivel hogy ugye az utak nedvesek, csúszósak, párásak, páralecsapódás van, vízátfolyások lehetnek most már. Márki András elmondta, a hideg miatt a motoros tanulókat márciusig nem viszik vezetni, nekik a vizsgáztatás is szünetel a téli hónapokban.